Szóval mivel én az életemet mindig így azért, ahogy láttad te is, hogy mi lesz a következő lépés megvolt, amikor én ott hagytam a tévét, a Ferencvárosi tévét, akkor egy kicsit tudom, hogy ültem a szaunába a Helsinkibe, és kérdezte valaki, hogy akkor mi most a tervem, és mondtam, hogy az a tervem, hogy nincs tervem, mert hogy mindig minden életembe terveztem, és hogy most ki akarom próbálni, hogy milyen az, amikor nincs tervem. Szabad vagy? Boldog vagy? Nem vagyok annyira szabad, és itt belső szabadságra gondolok, mert nyilván ami bent van, azt tud kint megnyilvánulni. Az a fajta szabadság, ami 16-17 évesen, nyilván az egy másfajta szabadság, de volt egy olyan síkja annak, ahogy, hogy tudtad, hogy minden rendben lesz, hogy csak mész, hogy benne vagy az egésznek, nem is tudom, a hullámokon vagy, és az egy annyira más állapot volt, hogy, és közben annyi ilyen görcs és kötöttség és megfelelés, és jaj, mi legyen, és jaj, jól csináljam, és olyan sok felesleges dolog rakódik az emberre, hogy nehéz ahhoz a szabadsághoz visszatalálni. De hogyha azt kérdeznéd, hogy mit szeretnék, akkor az, hogy igen, hogy igazán szabadon és teremtőn és alkotón létezni. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A MOKA stúdiójából túl vagyunk a 100. adáson, Péter. Ezt veled kibírni azért nem volt piskolta. Reméljük még lesz 100, nem? Imádom. Tényleg? Persze. Az az érdekes, hogy én meg azért szeretem, mert valahol visszahozza azt a régi feelingemet, amikor ugyanezt éreztem, hogy megyek a rádióba, megyek, csinálom ezt, meg csinálom a dolgomat, és egy kicsit olyan nyűgös volt a vége felé, de közben meg azért csak élvezem, amikor találkozok emberekkel, és mondják, hogy nem szoktam nézni a műsorodat, de amikor azzal beszélgettél, vagy ezzel az emberrel beszélget, az tetszett. Na, az nagyon jó volt. Egyébként megjegyzem, hogy a 100. adásnak a vendége ugye a Drazsé volt, a Dravicki Attila, és mindig a szomszédékról beszélünk, tudod, a Laciról, meg a Marciról. A Laci például elkezdte nézni, és nem bírta abbahagyni. És azt írta, hogy ez most nagyon jó beszélgetés volt. Ja, és végre megjött az én álmom. Mondom, hogy én mindig csinálok 3 órás műsorokat, és 2 óra el, tehát nézem az órámat, hú, hallod, ez még mindig megy. Mondom, Attila, nem leszel mérges. Majd a döbbenet az arcodon, mert ugye most nem árunk egy nagy titkot, hogy te oda voltál vakációzni, és majd megnézed az 55 perces anyagokat. De a mai napon, hát hogy élvezhető legyen a műsor, de ne aludjanak el a végére. Hát a mai napon nagy szeretettel köszönjük orrá Oliviát, aki szakmabeli kollégánk, és igazából tehát ő volt az ember, aki azt mondta, hogy nem nagyon akarja ő ezt csinálni. Tehát nem akar eljönni hozzánk a stúdióba, nem miattunk, mert bármikor eljön hozzánk vendégségbe, de igazából nem olyan fontos a te történeted, meg annyira látványos dolog, és közben mégis eljöttél, ezt nagyon köszönünk neked. Ez egy nagy határátlépés nekem, de mielőtt erre válaszolnék, akkor, hogy stílusos legyek, hadd kérdezzek én tőletek egyet, hogyha már ilyen évfordulótok van, hogyha most végig gondoljátok ezt a 100 adást, akkor mi az, ami a legnagyobb tapasztalat volt? Hogyan indultatok, és hol tartatok most? Hát, hogyha azt lehet mondani, hogy elindulunk valahonnan, és van egy 100-as skála, akkor szerintem most olyan 80 valamennyinél tarthatunk. Persze ugye elejében ugye a technikai bukdácsolás, ami történt, hiszen ugye a Péter is diszkós, meg van köze a technikához, ugye én is mozgolódtam ebben a dologban, azt hittük, hogy sokkal könnyebb összerakni egy stúdiót, sokkal könnyebb egy műsort felvenni, és utána rájöttünk, hogy hát ez így nem működik. Ugye magát a technikát is megtalálni hozzá, és most nem a pénzoldalát nézem, hanem az a technika, ami nekünk kell, amit tényleg azonnal rutinszerűen tudunk használni, azért nem volt kis idő. Mert ugye próbálkoztunk diszkós mikrofonokkal, zenész mikrofonokkal, ezzel, azzal, amazzal. De belegondolsz, ez egy olyan izgalmas része, amikor az ember kísérletezik, és az úton van, hogy megpróbálja, oké, ez annyira nem is, amikor meg rátalálsz, hogy oké, ez így most működik, az mindig olyan fú, de jó. Az első műsorok jó pár részénél hasonlóan tudnám jellemezni.
vagy modellezni, hogy amikor van egy nagy köszörű, tudod, és a késélező, tudod, megy házakhoz kést élezni. Na, ilyen volt a mi kapcsolatunk, tehát én voltam a köszörű, ő volt a kés, és tudod, így szikrázott az egész történet, mert néztem mindig a felvételeket, hogyha a felvételről ment, és vagy a hang csúszott, vagy a kép nem volt tökéletes semmi, és akkor Peti mondta, oké, nyugi, mindjárt kitaláljuk, tehát jó lesz, ne aggódjál, és akkor jöttek, ugyanezek ismétlődnek, és egyszerűen nem értettem, én meg teljesen tök hülye vagyok hozzá, nem értettem, hogy ez miért nem működik, és most, amikor már beállt, na, akkor így most föl lehet a habokra feküdni, tudod, és azt lehet mondani, hogy csúszunk a vizen, de hát nem is mi vagyunk a lényeg, hanem te. Igen, szóval, hogy ott tartottunk, ugye, hogy ez nekem egy nagy határátlépés, mert nyilván minden emberi történet érdekes, tehát én is, ha nekem azt mondják, hogy jaj, de hát én nem vagyok annyira érdekes, ott mondom, hogy ne lenni, és akkor elkezdem sorolni, hogy mert hát nyilván mindenkinek utána járok, utána olvasok, mielőtt felkeresem, és akkor mondom, hogy ez is milyen érdekes, az is milyen jó, ismerkedjünk, küldök át anyagokat, hogy láss, hogy miket szoktam készíteni, hogy hát ő is tudja azt, hogy most ez neki megfelel, jó ez a műfaj, vagy jól beszélsz, rádiósan. Igen, hát, mint hogyha lettek volna ilyen előzmények. De erről is beszélünk, nem is fogunk majd, igen. Na és hát ennyi, hogy én ugye én ahhoz vagyok szokva, hogy kérdezek, és én azt imádom. És aztán most abban a helyzetben lenni, hogy engem kérdezzenek, nem mintha egy introvertált személyiség lennék, de mégis úgy vagyok vele, hogy hát az ember úgy mégis mennyit, hogyan mit mondjon el magáról, szóval nehéz így megnyílni. De ez egy jó gyakorlat nekem is, egy kicsit belehelyezkedni a másik helyzet. Be és megélni azt, hogy milyen az, amikor téged kérdeznek. Pár perccel ezelőtt találkoztunk egymással fizikálisan, és én azt hiszem észre rajta, te tényleg ilyen nagyon nyitott nő vagy. Tehát, hogy ugye tudom azt, hogy röpködsz ide-oda a világban mindenhová, és hogy tényleg olyan nyitott a szellemiséged. Most jön Péter kedvenc kérdése, milyen hónapban született? Hát, ez egy jó kérdés nálam, mert hogy tippeljél. Ez alapján. Tehát, hogyha ezek szerint, vagy nem tudom most melyik őtök a horoszkópárti, és én vagyok, te vagy. Én, jó, oké, akkor az intuíció, férfi intuíció, mert ugye a nőknek tulajdonítják. Először elmondom, hogy én decemberi vagyok, tehát nyilas. Engem is nagyon érdekelnek az emberek, egy darabig, az alanyok is, utána nem biztos, de hogyha jó az alany, és nekem tetszik, és az én folyamomra azt mondja, hogy fölül az én kis hajomra, és akkor jön velem, akkor az nekem tetszik. Tetszik. Tehát valószínűleg te nem lehetsz akkor a decemberi, hanem. Találgassál. Igen, másik, tehát én nem téli, hanem én nyári típus vagyok. Igen. Augusztusi lehetsz ilyen oroszlán? Így van. És ráadásul az aszcendensem is elvileg oroszlán, és akkor mindig mondom, hogy ahhoz képest szerintem tök cuki vagyok, hogy dupla oroszlán vagyok. Ki lehet belőlem hozni ezt a dupla oroszlánságot, de alapvetően nem. De attól meneküljön mindenki. Akkor igen. Akkor... De az ritkán jön elő, meg már azért tudom kezelni. Az a jó az oroszlánban, hogy egy, hogy teljesen élik a nyilashoz, én egyébként szólóban élek, csak a van egy ház, mint tudod, volt a helyi család. Gyönyörű ruhái vannak, egy kicsit láttam belőle a szoknyáját, imádom, és gyönyörű képeket fest. És... De ruhákat még nem is látod, az még ezutáni történet. Na mindegy, és az oroszlán, az úgy tudom elképzelni, hát csak az állatok királya, tudod, és most pont néztem olyanokat, hogy kimentek a Szaharára, egy kalitkába beleültek emberek, és jöttek az oroszlánok. És azért, amikor a kocsi után szaladt például, és a pótgumival beleharap, és nem engedi el, azért ott érzékelt, hogy fú, hát azért nem cicózik az oroszlán, meg egyik állat sem nagyon meri megtámadni. Jó, hát már amikor beteg öreg, akkor megtámadják ugye a sakálok, meg megeszik meg, nem tudom, de azért egy oroszlán, amikor ereje teljében van, azért ott... Azt hiszem, hogy ennek is az a kulcsa, mint minden emberi erőnek, hogy az tud úgy használni azt az erő, ami neked adatot, hogy az alkotó és teremtő legyen, és soha nem romboló vagy károsító. Tehát, hogyha ezt az energiát, ezt az erőt alkotásra tudod fordítani, bármilyen területén az életnek, akkor az úgy teljesen rendben van, és akkor jól van felhasználva. Mindig alkottál egész életedben? Hát nem tudom, mennyire nyúljak vissza, de hogy mennyire nem volt meg ez az oroszlán én bennem, azt előtte most meséltem neked, hogy én kislányként, óvodásként elsírtam magam, amikor verset kellett mondani, és az összes óvodáskori képen, a szerepléskor tehát lehajtott fejjel állok, és akkor ez néha belegondolok, hogy úristen, tehát hogy így indultam az életben, hogy ez mennyire érdekes, és hogy engem mindig ezek érdekelnek, ezek az emberi utak meg történetek,
ezek nyilván a saját belső történetem is, tehát magamat kérdezem meg, magammal szoktam úgymond beszélgetni meg, hogy szóval fontos ez a belső utazás, és nem csak a külső utazás, de hogy igen, hogy innét indultam, és aztán ez úgy szép lassan kopott le rólam. Még az izgalom az sokszor megmarad új helyzetekben, idegen helyzetekben, de alapvetően igen, egészen más lettem, mint ahogyan indultam. De jó, kezd el mesélni, légy szíves, amit mondtál nekünk, hogy 10 pár évesen elkezdtél rádiózni. Ez azért szokatlan szerintem a mai fiataloknak, mert ugye abban az időben én például próbálkoztam, hogy körzeti televízióba, rádióba bementem, jó napot kívánok, itt vagyok, szeretnék dolgozni, rám néztek, és azt mondták, hogy ne hagyjuk. És akkor gyakorlatilag ki voltam dobva. És én éreztem, hogy ezt akarom csinálni, hiszen egy-egy családi rendezvényen, születésnapon, névnapon, bárhol kérdezték, hogy mi akarsz lenni. Ugye megkérdezték unokatestvéreimet, én mérnök szeretnék lenni, ne szeretnék, bla, 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 tanár. És akkor, na Attila, te mi szeretnél? És mondtam, hogy én tévérádióban szeretnék szerepelni, és mondták, hogy szerelni szeretnéd, és mondtam, hogy nem, én szeretnék a műsorvezető lenni, mint Antal Imre, a nagy ikon, aki egyébként Hódmezővásárhelyi, ugyanúgy, mint én, és hogy na, én azt szeretném csinálni, amit ő csinál, és hát mondták, hogy ez képtelenség, és látod gyakorlatilag, meg pont az valósult. Igen. De hogy ez szerintem nagyon fontos az életben, hogy mindig legyen egy képed, amire tudsz fókuszálni. Hogyha most visszagondolok, hogy én Zalaegerszegen nőttem fel, tehát hogyha annak a zalaegerszegi kislánynak azt mondanám, hogy te majd New Yorkban leszel és filmeket fogsz csinálni, hát azt mondta volna, ó, nem már, hát nagyon szeretném, meg nagyon örülnék neki, de valószínűleg nem hitte volna el nekem. És ha most így visszanéznél és beszélhetnél az akkori Oliviával, mit mondanál neki? Azt, hogy csak menjen, ugyanúgy csináljon mindent, igen, igen. Igen, mert nem tudtam volna másképp csinálni, tehát, hogy végig kellett, én mindig azt gondoltam, és így is éltem az életemet, hogy mindenért úgy nagyon meg kell dolgozni, és akkor mindig mindent úgy az elejétől csináltam. Uh-huh. Tehát nagyon szerettem egyébként, imádtam olvasni, majd ez érdekes párhuzam lesz a riportkészítés, meg az olvasás, csak azért említem. Nagyon 12 éves korom óta tényleg foltam a könyveket, Victor Hugo Nyomorultak volt az első ilyen nagy regény, amit elolvastam, és aztán 12 évesen mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék egy diktafont, de fogalmam sincs, hogy ez honnan jött, csak akarok egy diktafont. Na és hát onnantól kezdve én ugye munkába álltam, és akkor mentem a szomszédokhoz, karácsony volt, és kérdezgettem mindenkit, az idősebbeket, hogy mik a karácsonyi emlékeik, milyen volt a háború alatt a karácsony. Ugye mondták, hogy nem volt ajándék, hogy diót tettek fel, hogy már nem is tudom, miket csomagoltak, diót csomagoltak talán a szaloncukros zacskóba bele, és akkor ezeket én nagyon élveztem. És akkor általános iskolába diákrádióztam, és aztán elmentünk egyszer a helyi. De várj, ne ugorjunk ekkorát. Tehát mit szóltak a szomszédok ehhez, hogy te 12 évesen csókolom, szeretnék készíteni egy, nem tudom, azt mondtad, hogy interjút, egy riportot, vagy... Jó kérdés, hogy akkor vajon milyen mert ugye, szót használtam. Mert ugye akkor ugye nézted a Magyar Egyet, akkor még lehet, hogy nem is volt kettő, vagy lehet, hogy te sokkal fiatalabb vagy, mint én, akkor már volt Magyar Kettő, de ugye az én időmben nem volt, csak Magyar Egy, és ugye láttuk ezeket az emberek. Antal Imrének örültem, mert érződött, hogy már lazább, más stílusban csinálja. Ez nagyon érdekes, mert bennem ilyen nincs. Tehát, hogyha visszagondolok arra, egy csomó tévés rádiós mondja, hogy igen, Antal Imre, Vitrai Tamás, későbbieknek mondjuk Friderikus, hogy voltak ilyen, hogy ú, én is olyan akarok lenni, én is ezt akarom csinálni, de hogy én nekem igazából nem tehát nincs ilyen alak előttem. Ja, én sem azt mondtam, hogy rájuk akarok hasonlítani, hanem amit ők csinálnak, az laza. Hú, hát én is ezt akarom csinálni. Szilágyi volt ugye a nagy rádiós, igen, így tudod, van, a Hello-it vagyok, így meg ilyenekkel. Na, és akkor mit szóltak? Hogy... Hát a szomszédokkal nagyon jó volt a kapcsolat, tehát én a 10. emeleten nőttem fel, amit így visszagondolva soha nem tudnék már panelba élni, de abban az időben imádtam. Tehát, hogy ott mi a 10. 4-5 család, olyan hihetetlenül jó barátok voltunk. Például minden Mikuláskor azt csináltuk, hogy kis ajándékcsomag, oda tettük a lakásajtó elé, becsöngettünk, elfutottunk, és hát gondolhatod, mi gyerekek, hogy élveztük, ott tiszkultunk, hogy jó, fognak-e örülni, és akkor vajon majd mi mit kapunk, hát apróságokat, csokoládét, meg ilyesmit. Tehát, hogy ott volt egy olyan jó közösség, hogy az is egy nagyon meghatározó élmény volt gyerekkoromban. Szóval nekik az úgy természetes volt, hogy akkor jó, hát Oliviának most éppen ez jött, akkor mesélünk. De jó. És a mai napig nagyon jóban vagyunk egyébként. És szüleid mit szóltak hozzá? Tehát hová tették a polcon, hogy most akkor Olivia, most akkor mi lesz? Riporter, vagy műsorvezető, vagy fogták ők ezt az egészet? Mert az én szüleim, azt tudom, hogy csak ültek, és így néztek rám, hogy mi van?
Nagyon ilyen támogatóak voltak tényleg anyuék mindig, meg anyu is, meg hát nyilván apu is látta azt, hogy én egy kicsit ilyen hát hogy is mondjam, mi a jó szó erre. Inkább egy kicsit ilyen koravén voltam, tehát hogy én mindig kiültem a felnőttekkel, hallgattam, hogy ők beszélgetnek, én is próbáltam beleszólni, meg kérdezni, meg részese lenni a beszélgetésnek, tehát valószínűleg, hogy valahol ezt úgy természetesnek vették, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Egyébként ez a kettősség, tehát ez a nyitottság is, meg bulizzunk is, meg hülyéskedjünk is, meg ez a komoly oldalam, ez mindig megvolt. Tehát, hogy gimibe is nagyon sokszor volt, hogy én olvastam a szünetekben, mert ugye, hogy imádtam olvasni, tehát, hogy ez a kettősség mindig megvolt bennem. Úgyhogy valahogy ezek ilyen természetesen jöttek lépésről lépésre. Mint később kiderült, anyu egyébként újságíró szeretett volna lenni. Hoppá. Nem volt ez akkora nagy álom neki, de hogy valószínűleg, hogyha nem is azt mondom, hogy az ő álmát valósítottam meg, de biztos, hogy volt ebben egyfajta ilyen tudatalatti anyai minta is. Igen, ott volt az a történet, és anyud mit csinált? Anyukám ő óvónő. Óvónő volt. Drágen. Igen. Apukám ő sok mindennel foglalkozott volt, sofőrként dolgozott, még a pénzügyőrségen, aztán utána vállalkozó lett, akkor volt egy jó időszakunk, gyerekfarmer ruhákat árult, és abban az időben, ez a 90-es évek elején, hát az akkora kuriózum volt. Tehát mentünk valahova Cseszkóba, már nem tudom, hogy akkor még Cseszkó volt-e vagy már, nem erre, nem emlékszem, de hogy le akarták venni rólam a farmer ruhát, hogy ők megveszik valami család, mert hogy úristen, hát ez mekkora dolog. Apám el is adta volna, de anyám mondta, hogy hát azért nem mehet haza egy bugyiba alá. De miért? Tehát egy jó Cseszlováka, mi volt a márka? Jessa vagy? Nem tudom, voltak ilyen Cseszkó márkák, és azokat hozták oda hozzánk le délre, hát fú, ne tudd meg. Ugye nálunk az Adidas meg az ilyen Puma az nem volt. Hát persze érték volt abban az időben, tudod, ott volt Jugoszlávia, kimentünk a szabadkai piacra, megvettünk mindent, és akkor lement a cserebe. Ez nagyon híres volt, hogy beletett minden ilyen menő cuccot. Hát figyelj, hát... Ugye a Jugoszláviában más volt. Voltak, igen, elérhetőek voltak a nyugati márkák. Jöttünk haza, tudod, és fú, nyáron, elkezdett az izzadság rajtunk, és mondja, vá, most, na, mi újság, meleg van? Szeretjük a vitől a repzedét, és ezek így jöttünk, ezért jövünk. Három melegítő rajta, azért dolgozott. Nálunk Ausztria volt, ugye, hogy Zalaegerszeghez, meg Ausztria volt közel, és amikor elkezdtünk kijárni, és tudod, először fotocellás ajtó, meg ez a, nem tudom, hogy baj-e, ha mondok csoki márkákat, de tudod, ez a Bounty-mas, nem tudom, hogy milyen csokik, sneakers, és akkor tudod, mentünk az öcsémmel, majdnem útközben meg is ettük az egész csoki készletet, amit megvásároltunk. Nem is eladásra vettünk, csak hanem így magunknak, igen, és akkor az olyan óriási dolog volt, hogy ilyenekhez hozzá lehet jutni. Nekem, amikor a... Ja, kérdezz, Péter. Most meg az a vicc, hogy ide meg a... most hozzák nekünk a sportszeletet, meg a Balaton szeletet. Jaj, és... ez igen, hát meg a Túró Rudit. Így van. Vagy Túró Rudi, vagy most nem tudom milyen. És mentem Finnországba, hogy voltam, és jobban lettem, nagyon ott Macsinak hívják a lány, most született egy édes cuki kisfia, és amikor mentem nyáron meglátogatni őket, akkor is mondta, hogy Túró Rudit, Túró Rudit hozzá, csak amennyit tudsz, semmi más, csak Túró Rudit. Úgyhogy igen. Megelmítetted ezt a farmert, és hogy egyből beugrott nekem a trapper, tehát hogy ugye abban az időben nálunk csak egy csövesek voltunk, tudod, és akkor milyen farmerünk legyen, trapperrel kezdtük, utána váltottunk a Levi's-ra, meg a hasonló márkákra, no mindegy, ez az én sztorim. Igen. A Fölé papucs? Hát az kötele, az nálunk igen, kötelező tényleg. Volt. Ezeket igen, el is felejtettem. És úgy bementem apukámékhoz a főiskolára, és így láttam, hogy mindenki néz így rajtam végig, hogy Jézus, ez a gyerek, mi történt, Attila? És aztán tényleg abba hagyom magamról a mesélést, hogy nálunk alapszabály volt, és ezt mondom, mind a három fiamnak, meg a szomszéd Marcinak is, hogy jó tanuló, jó sportoló, és nem tudnak belét kötni. És ugye én jó tanuló voltam, aránylag jó sportoló, és egyszerűen nem tudtak belém, nem volt rajtam fogás. Fogás, így van. És így, jó, persze leszittak sokszor, mert hülyeségeket csináltunk, de ennyit rólam, kész. De hát meg egy fiú ebbe a korban nyilván azokat csinálja, tehát hogy ki kell próbálnia magát, meg megélnie, meg a határait megtalálni, szóval, hogy ez
mégis teljesen természetes. Na szóval a diktafon megvan, márkájára már nem emlékszem. Nem, és az a baj, hogy anyuval mi elég ilyen szelektálós típusok vagyunk. Kuka. És nincs már meg, és azt nagyon sajnálom, mert hogy azért az, bár másrészt meg, ami a múlt, azt végül is el kell engedni, tehát most, de az, a diktafont azt nem bánom, az ilyen, azért, ha meg lenne. Akkora, így van, hát, és tudom. Hát ugye rendes kazettát tettél bele. És volt olyan, aminek akkor kiugrott a mikrofonja. Azt nem tudom, ez bele volt építve a mikrofon. Tehát akkor mindig ugye úgy kellett tartani. Én imádok dúrni, szemetet, meg minden, és a múltkor találtam egy diktafont, egy Tascamot, de ez már az a két mikrofonos nagyon profi cucc. De hát ez sokra nem megyek vele. Ja, de hát ezeket úgy igen. Félretenni, igen. Vagy egy kis gyűjteményt csinálni belőlük, igen. Na, akkor eljutottunk odáig, hogy gyorsan keresztül mentünk a középiskolán, a gimin. Nem, még csak annyi visszatérve, hogy akkor elkezdtem ugye diákrádiózni, és általános iskola? Az általános iskola volt még, igen. És akkor emlékszel, hogy köszöntél be legelőször? Hú, jó kérdés. De milyen volt valami beag mikrofon, gondolom, valami keverő? Tehát maga az nagy dolog volt, meg milyen érdekes, gondolj bele, hogy egy általános iskolának volt ilyen, hogy diák rádió, és akkor ugye az volt, hogy a szünetbe kellett egy 5 perces anyagot összeállítani. De látod, ez most lehet, hogy kérdezted, majd elő fog belőlem jönni, hogy most fogalmam sincs, hogy ott miről beszéltünk, vagy hogy mi volt a téma. Hát úgy is megígéred te is, hogy visszajössz hozzánk. Jó, természetesen. Osztálytársaidat fölhívod, megkérdezed, vagy valakit a suliból, hogy emlékszik rá. Van két jó barátnőm is még általános iskolában. Gondolom a folyosón voltak ilyen fehér kis hangszórók, ugye? Az udvaron meg volt az van. A hosszúkás beag, igen. És abban megszólaltál, hogy sziasztok, kedves pajtások! Olá, Oliviát hallhatjátok a majd... Igen, kedves pajtásokat már nem használtam. Én még, hogy volt, hogy kisdobos voltam, még épp felavadtak, de úttörő már nem. Hát, és oroszul sem tanultam már. Igen, hát ez sokkal fiatalabb vagy egyébként. Azt nem tudom, hogy sokkal de... De sokkal, és gondolom, beleszóltál, sziasztok! Valószínűleg, a mai napon a tornaversenyen vár mindenkit nagy szeretettel. Igen, meg biztos voltak ilyen kis hírek, hogy majd vesmondó verseny, meg ez, meg az, meg amat lesz. Szóval biztos nagyon cuki volt. Készüljetek a farsangra, mindenki öltözzön be, hiszen tudjátok a nagy nap, és mi már ott azon a nagy napon zenekart alapítottunk Blackstones néven. És milyen érdekes, hogy te is 12 éves voltál, amikor már ennyire valami szenvedélyeddé vált, és komolyan vetted, és csináltad. Legelőször fölmentem a színpadra, nem is tudom, milyen színpad volt az első, és azt éreztem, hogy ez az én világom. Nekem a Patkós Irma rokonom, a régi öreg színésznő, aki már nem él. És én valószínűleg azt a vonalat örökölhettem, mert én, amikor fölmegyek, egyszerűen ting, így valami lámpa fölkapcsolódik bennem, és én élem. Tehát, hogy imádok ott lenni. Nem úgy, hogy szia, hogy vagy? Nem akarok beszélni. Belőlem teljesen mást vált ki. Az nagyon érdekes, majd erről még egy kicsit beszéljünk később, hogy amikor az ember tényleg kiáll mondjuk 1500-2000 ember elé, hogy az micsoda érzés. Szóval én a zenészeket ezért az érzésért, ezért az energiaáramlásért nagyon irigylem, mert hogy az egy nagyon csodálatos állapot lehet. Én csak műsorvezetőként tapasztaltam meg egy kicsit ezt, hogy ennek micsoda ereje van, igen. És mindenki téged figyel. Tehát, hogyha 5 ember van ott, vagy 1 millió, mindenki téged néz. Igen, de hogy ad egy olyan energiát, tehát, hogy úgy érzi az ember tényleg azt, hogy kik vannak ott, hogy keresed a szemkontaktust, hogy megtalálod azokat, akikkel hirtelen összetudsz egy másodpercre rezegni. Szóval az egy tényleg egy más állapot. De a másik dolog, hogyha valaki eljön vendégnek egy ilyen stúdióba, vagy egy rádióstúdióba, vagy egy igazi televízió stúdiójába, például ott is az emberek így leblokkolnak egy pillanatra, és neked ugye, mint műsorvezetőnek támogatni kell, segíteni kell, hogy egy kicsit fölálljon, hogy hé, mi van, mert ugye annyi emberrel találkoztam, majd én bemegyek hozzád adásba, ne félj, majd én leosztalak téged is. Piros lámpa, mikrofon, igen, mint ahogy a lápulárban, tudod, jó, fények, kamerák, és akkor vége van. Igen. Ezt a részét szeretem egyébként, meg szerintem ezen jól át tudom segíteni az embereket. Uh-huh. Tehát, hogyha sokat mosolyogsz, odafigyelsz rá, vagy mindig elmondom, hogy olyan anyag fog születni, ígérem, amire büszke lesz, és ami de jó rád nézni, érzés tehát lesz neki. Jó veled szemkontaktusban lenni, tehát ez tökéletes. Jó, tehát általános iskola, már ott elkezdődött. Hát szerintem ezt lehet őrületnek nevezni egyébként, nem?
Mert olyan csúcsokra, olyan magasságokba el tud jutni az ember, meg mélységekbe is. Gegbe is, persze. Hogy fú, amit az emberek nem is tudnak, föl se tudják fogni, hogy egy-egy műsorvezetővel milyen lelki stressz, meg döccen is lehet benne, hogy hihetetlen. Igen, izgalmas dolgokat járhat be az ember önmagán belül. És akkor elmentünk a Göcsen Rádiónak, hívták az akkor működő rádiót Zalaegerszegen, hogy akkor ismerjünk meg egy úgymond nagy rádiót is, és ott volt egy hölgy, aki a könnyűzenei műsort vezette, és megkérdezte, miután ott beszélgettünk így a rádióba, hogy lenne kedvem együtt csinálni ezt a műsort, és hát tudod, úristen, hát ez meg 14 évesen, mekkora lehetőség, hát hogyne, hát persze. És akkor elkezdtem ott dolgozni, ott még egyébként úgy vágtuk a hangot, később már a másik rádiónál nem, hogy ez a rendesen szallagról vágtad, igen. Ez most így beugrott, hogy még annak a végét még elcsíptem annak a korszaknak. És aztán indult a Rádió Egerszeg Zalaegerszegen, és akkor 15 vagy 15 és fél éves voltam, amikor elkezdtem ott dolgozni. Ez már egy ilyen, tehát a kereskedelmi rádiók nagyjából ez 96-ban volt, azt hiszem 97-ben akkor kezdtek el elindulni. Úgyhogy hát ez óriási dolog volt, hogy van egy ilyen rádió, és úgy volt, hogy reggel 6-tól este 10-ig volt, tehát 24-ben volt élőadás, de műsorvezetés az 6-tól 10-ig, és 4 órás blokkok voltak, és a hallgatók nem tudták, hogy én diák vagyok, vagy gimnazista vagyok. De a hangod már akkor is ilyen? Nem, nyilván, akkor még azért vékonyabb volt, meg másabb volt, de ettől független nekem is volt, hogy anyák napján mondták, hogy hát akkor engem is köszöntenek anyák napján, és akkor üdvözlik a gyermekeket, meg nem tudom, én meg nyilván nem árultam el, hát tudod, ennyi idősen kihúztam magam, hogy igen, én már felnőtt vagyok. Úgyhogy hát az egy nagyon-nagyon jó, tehát életem egyik legjobb korszaka volt. Tudod, amikor 16-17-18 éves az ember, és még tele van szabadsággal, tehát még nem rakódik rá egy csomó minden, ami aztán majd jön az évtizedekkel, hanem olyan tisztán, olyan áramlóan tudod megélni az életedet. Meg azért valljuk be őszintén, az is jól esik, hogyha egy-két visszajelzést kapsz, hogy hallottunk tegnap délután. Persze. Így van. Főleg Marika néni anyukát barátnője jelezte, hogy Olivia, ügyes volt, ügyes, és milyen jó kivágtad magad. Igen. A nagymamám volt a leghűségesebb hallgatóm, tehát akkor ott csönnek kellett a szobában lenni, mert Olivia műsort vezet, és ott volt, ő már akkor fekvő beteg volt, ott volt a füle mellett közel a rádió, és akkor mindig hallgatott engem, és mindig küldtem is számokat neki, tehát hogy akkor ezt most szeretném a mamámnak küldeni, ugye szerette ezeket a régi ilyen film színészi, nem tudom én, milyen Karádi, meg kik voltak abban az időben, szóval, hogy egyszer-kétszer egy ilyen dal is belefért. És de ez már kereskedelmi neki. Ez már kereskedelmi, igen. De hogy nagyon jól lehetett ezt a közszolgálati és kereskedelmi vonalat, tehát hogy én mindig ilyen komolyabb műsorokat csináltam, leszámítva a kívánságműsort, tehát eljártam színházakba, színházból, a Hevesi Sándor színházból jöttek mindig vendégek, rendezők, színészek, tehát ilyen kulturális műsorokat csináltam, volt hogy Szombathelyre például a miniszter félrelépett, ott játszották, és akkor a Koltai, a Kern András nem adott interjút, de a Koltai Róbert, tehát én mentem, és mindenféle ilyen kulturális témákat, tehát tényleg nagyon-nagyon aktív voltam. De már nem a kis diktafonnal. Nem, akkor már volt, volt már egy komolyabb. Az rendes mikrofonos volt. Beültél a stúdióba, és megvágtad az anyagot. Volt technikus is, de én nagyon szeretem, tehát a vágás, az nekem, azt én mindig nagyon imádtam, mert ugye akkor születik meg igazából az anyag. Tehát nyilván, bár erre is mondanék egy példát, mert sokáig azt gondoltam, lehet, hogy akkor elmondom most itt, hogy jó kérdéseket kell feltenni, vagy mély kérdéseket kell feltenni ahhoz, hogy ahhoz igazán jó vagy mély válaszok szülessenek. És aztán volt egy olyan tapasztalatom, hogy beugrott valaki, akinek nem ez volt a szakmája, készíteni interjút egy zenekarral. És a vágást azt már én csináltam, vagy hát én szerkesztettem adásba azt az anyagot, és így hallgatom, hogy úristen, milyen kérdéseket tesz fel, tehát tudod, ez a, most bárkit az utcára kikapnál is ilyen semmilyen kérdések. És ülök, ugye a kérdéseket nyilván kivettük, és rájöttem, hogy ezek ilyen borzalmasan egyszerű, szimpla, nem tudom én milyen kérdések, de a válaszok, azok viszont zseniálisan jók voltak, és ez nekem egy akkora tapasztalat volt, hogy nem feltétlenül kell a nagy kérdéseket feltenni ahhoz, hogy szülessenek olyan válaszok, amik izgalmasak és érdekesek. Igen. Igen. Ezt már nem tudom, miért meséltem el, de nagyon, ez egy... nagyon jó, mert most ezen gondolkozom, de
leginkább én például, amit tanultam ilyen nagyoktól, hogy ugye az első nagyon fontos, hogy az alanyjal legyen egyfajta olyan kapcsolatom, egy ilyen kis lelkemen egy pici ablakot kinyitok, meg hogyha ő is kinyitja, akkor összekötődtünk valahogy, és akkor már fölteltek hülye kérdéseket, mert ő tudja, hogy én mire gondolok. Igen, igen, és igen. És már igen. Ő attól viszi magától az egész sztorit, és azt mondják, hogy a patkós, jó voltál, ügyes. Talán az eleje fontos, hogy hogyan indítasz, mert utána már egy flowba együtt benne vagytok, uh-huh. És akkor az már úgyis egy közös együtt dolgozás lesz meg. De jó, hogy eljöttél, komolyan. A másik dolog, én is amit most már örülök. Meg nem látják a kedves nézőt, de ugye segítettél nekünk kamerákat is beállítani, ez hibátlan. Tehát hogy ez a mai nap megérte. Nem, mintha én annyira értenék ehhez a részhez, csak amit magamra szedtem aztán az mert évek majd erről során. Is beszélünk, majd... ugye, hogy itt Amerikában mit csinálsz, meg hát a világ különböző pontján. Oké, tehát akkor benne vagy ebben a zalaegerszegi kereskedelmi rádiós dologban, itt lenyomsz 15 évet. Nem, itt csak 4 évet, tehát 15 és fél éves voltam, és ugye én leérettségiztem, egyébként az volt, hogy szerda délután, péntek, szombat, vasárnap vezettem műsort, úgyhogy hazamentem iskola után, egy fél órára lepihentem, úgyhogy olyan voltam, mint a katona, vagy a katonák lehetnek ilyenek, tudod, hogy 5 percre, vagy 2 perc is el tudnak aludni, hát ti tudjátok, de azt mondják, és akkor pihentem egy fél órát, és mentem be műsort vezetni. És akkor a barátnőim mindig péntek este az a kívánság műsor, meg az esti műsor is az enyém volt, és akkor bejöttek este 10-re, és akkor még ott egy kicsit iszogattunk, és úgy mentünk a Crazy Horse nevű rock helyre, ahol én mindig forgattam is egyébként, a Deák Bill, meg Takács Tamás, Quimby, tehát nagyon sokan léptek fel, és akkor hát az is nagyon jó volt, hogy megcsináltam mindig az interjút, és aztán utána jöhetett a buli. Megfogadjunk a nyers zenekarról is, mert tudjuk, szegediek. Legyen. Az volt az érdekes, hogy Floridában éltünk 2 évet, és egyszer csak mondják, hogy lesz egy ilyen rock koncertszerű valami történet, és a Kalapács Józsi a Rudán Joe-val föllépnek, meg más zenészek is, és ez a Attila fiai produkcióval, és hát elkezdtünk a dumálgatni minden, és a Rudán Joe-t régóta ismerem, nem vagyunk ilyen szuper barátok meg ismerősök, csak úgy régóta ismerem, meg a Kalapácsot, és mondom nekik, egy kis pálinka vagy valami, hú, de milyen jó. És úgy beugrott nekem, mert a kisvörös hozta magával a fényképezőt, hogy ugye ez már olyan fényképező, hogy mikrofont is be tudunk dugni. És volt nálunk egy 8 dolláros mikrofon, képzeld el. Azt és mondom neki, dugjuk be, és mondom, figyelj Józsi, meg Joe, figyelj. Semmi célja, meg szándéka nincs, de csináljunk már egy interjút, mert nekem olyan jól este most így beszélgetni veletek. Persze, tudod, és lejött, és 2 órát Peti élvezte volna biztos, és ilyen kötetlenül, tudod, és tényleg elmentél, és gondolod, de vettem kolbászt, tényleg, és család mit szólt, vagy melyik buli volt a leg, és ilyen kötetlenül, és olyan interjút, sehol nem adtuk le, de én szoktam nézegetni néha, és akkor ezek a spontán dolgok, tudod, és ez annyira jól esett nekem, hogy hihetetlen. Ez kár volt mondani, mert most ez kell nekem, és megvágjuk, és megcsináljuk. De nem mindegy, azt majd elmondjuk, hogy jönnek most. Ez csak szakmailag érdekes, hogy 8 dolláros mikrofon. Igen. De olyan hangot csinált, hogy igen. Valami zseniális. Sokszor igen, nem kellenek nagy dolgok. Ja, azon, hanem maga a történet. Meg hát ugye a magyar találékonyság, hogy az ember miket bizonyos helyzetekben, hogy fú, ezt hogy oldjam meg, és akkor nekem is volt most éppen egy ilyen vágási helyzetem, és aztán otthonról kértem egy kis segítséget, de hát ott abban a dologban annyira nem tudtak segíteni, és aztán végül megoldottam, és akkor meglettem dicsérve, hogy na látod, sikerült, hát mondom, kellett a magyar furfangosság hozzá, hogy akkor hogyan tudom azt kikerülni, azt a technikai dolgot, de aztán végül sikerült. Szóval ugye ez, mert hogy láttam rajtad, hogy visszatérnél oda, hogy akkor ugye a rádiózás én nagyon imádtam, de nagy álmom volt, hogy egyetemre menjek, és mindenképpen Budapestre, és a Károli Gáspár Református Egyetemre jártam, magyar, illetve magyar mint idegen nyelv szakon végeztem, és hát mivel nekem az olvasás az ugye mindig is része volt az életemnek, hát ott 5 évig kijutott, mert ugye ott folyamatosan rengeteget, tényleg Úristen, tehát hogyha én azokra mind emlékeznék, amennyi mindent olvastam, az nagyon jó lenne, sajnos nem ilyen típus vagyok, és akkor ott viszont nem rádióztam, nem tévéztem, volt olyan lehetőség, hogy a Szentendrei Rádióhoz kívánságműsort mehettem volna vezetni, de hát a kívánságműsor vezetés az annyira nem egy nagy kihívás,
kihívás, bár mint nem, nyilván nem rossz műfaj, meg arra is szükség van, de hát az engem már vezettem, nem érdekelt, meg én tényleg jól akartam tanulni, jól is kellett tanulnom, mert családunknak nem volt akkor olyan az anyagi háttere, tehát hogy jó ösztöndíjat kapjak. Uh-huh. Zalaegerszegtől is kaptam ösztöndíjat egyébként, hogyha 4,6 fölött volt az átlagom, szóval, hogy akkor 5 évig ez tényleg. Hát erről mesélj. Ilyen van. Hát volt, igen, tehát volt egy ilyen nem jó tanuló ösztöndíjnak, nem tudom mi volt pontosan, a Hazavárunk talán valamilyen neve volt az ösztöndíjnak, és akkor meg volt szabva, hogyha 4,6 fölött van valakinek az átlaga, akkor nem tudom, azt hiszem 10.000 forintot kaptam, és akkor felvettem a diákhitelt, kaptam valamennyit ugye az egyetemtől is, ott is attól függ, hogy milyen az eredménye, tehát abból már összejött annyi pénz, hogy szűkösen, de egy hónapig ki lehetett jönni, és akkor kollégiumban laktam. Úgyhogy... És hova jártatok szórakozni Budapesten? Hú, hát jártunk oda a Károlyra is, úristen, nem tudom, már nagyon-nagyon sok, most egy ilyen ikonikus helyet, hogy mindig ide mentünk, és ez volt a törzshelyünk. A közgázon nagyon keveset voltam, képzeld el, tehát, hogy tudom, igen, de valahogy nekem az úgy kimaradta a közgázos. Már csak azért kérdeztem már, hogy Zalaegerszegen jártatok a Crazy-be, tehát... Igen. Hogy akkor ez nem lett Pesten egy ilyen hely, ami a Crazy volt annak idején nekem. Egerszegen ott nem lett ilyen. Uh-huh. Meg az egy kicsit mondom, inkább ilyen tanulósabb időszak volt. Persze jártunk bulizni meg nyilván, de úgyhogy az is egy jó korszak volt. De akkor ezek szerint 5 év alatt azért ugyanúgy benned volt ez a médiás dolog, tehát azért nem lett annyira a sarokba dobva. Ó, abszolút nem, meg hogy én tudtam is, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, tehát ugye én bölcsészdiplomám volt, meg mellett a tanári képzést is megcsináltam, de hogy alapvetően azért én nem szeretnék, bár imádtam az irodalmat, meg nagyon szerettem a gyakorló tanítást is, de hogy nem irodalomtanár lesz, vagy nyelvtantanár lesz belőlem. Ja, és még az egy érdekesség, az meg majd az utazáshoz kapcsolódik, hogy másfél évig jártam kulturális antropológia szakra az ELTÉ-re, hát az is valami, úristen, annyira jó fejtársaság volt, annyira izgalmas volt, hogy azért is nagyon hálás vagyok. És hát ez az egész utazás dolog, szóval hogy mindig minden összefügg az ember életében, hogyha vannak ilyen pillanatok, amikor rá tekintesz, hogy mi hogyan illeszkedik össze, igen, és igen, mi hogyan támogat, és aztán visz előre. Aztán utána már, amikor ezekre rálát az ember, akkor ugye egyre tudatosabban vagy fókuszáltabban tudja megélni az életét. Hát kis puzzle-öket összerakjuk, és akkor rájön az ember tényleg, amikor visszatekint. Nekem meggyőződésem, hogy előre megírt szoftvert élünk meg, csak azt hiszik, hogy van ilyen önakarat, meg nem, mit tudom, ilyen saját döntések, semmi, de mindegy. De előbb-utóbb úgyis oda pofoz az élet, ahova kell. Tehát abban a mederbe bele. Engem ide pofozott Péter mellé, nem tudtam választani. Bár én egyébként csak erre visszakanyarodva, én azt gondolom, hogy akkor, tehát amíg az ember kicsit öntudatlanabbul éli az életét, addig valóban egy ilyen mátrixszerű, nem tudom én miben él. Talán az a tudatosság, hogyha elkezded már te alkotója lenni a saját életednek, tehát amikor már észreveszed azt, hogy mi miért történik, miért ismételsz dolgokat az életedben, miért futsz bele mindig ugyanazokba az utcákba, és hogyha ezeket a példát említetted programokat elengeded magadból, akkor talán lehet egy kevésbé szoftverorientált életed. Adásunk kívül beszélgessünk sokat, mert én még nem tudom azért teljesen magamban ezeket a dolgokat rendezni, de mindegy. Ahogy én is állítom, hogy tudom. Jókat nevetek, mosolygok néha magamon. Oké, tehát akkor megvan az egyetem, megvan a diploma, és utána? És akkor utána kerültem a Ferencvárosi TV-hez gyakornokként, és hát ott is igazából így indult, mint ugye Diák Rádió, aztán egy nagyobb rádió, aztán egy még nagyobb rádió, itt pedig gyakornokból elkezdtem ott dolgozni, műsorokat szerkesztettem, aztán egy idő után élő. Na de most várj, te tanulsz és készülsz az életre. Megvan a diplomád, és akkor ugye nem dobtok sarokba ezt a rádiós dolgot, ezt a médiás dolgot, és akkor egyet gondolsz, hogy akkor megvan, és akkor na én most már ezt akarom csinálni, csak akartam egy ilyen diplomát? Igen, valahogy így. Tehát, hogy az a kép úgy bennem mindig tiszta volt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Volt egy időszak, hogy elmentem egy nyelviskolába dolgozni, tehát volt az 7 hónap volt, az volt életemben az egyetlen időszak, amikor tólig dolgoztam. Hova mentél? 2F-hez?
Katedra nyelviskolába voltam, tehát Budapesten. Az volt az egyetlen időszak, amikor így tólig kellett ott, hogy be kell ennyi időre élni, és akkor nem tudom, eddig tart a munkaidő, tehát arra én tényleg abszolút képtelen vagyok. Úgyhogy nagyon sokat tudok dolgozni, tehát tényleg sokszor 12-14 órákat, de nekem nem mondják meg, hogy azt ettől eddig kell. Tehát, hogy... De milyen furcsa, hogy ugye azt mondják az emberek, hogy ez a médiás dolog, vagy bármilyen hasonló dolgot csinálunk, ez nem munka. De ugye a te esetedben is az van, mint az enyémben, hogy én se tudnám elképzelni magam, hogy bent ülök egy irodában, 40 évet lehúzok reggel 8-tól 5-ig. Vannak ilyen típusú emberek, mert a szüleim is ilyenek voltak, hogy szerettek 8-tól fél 5-ig dolgozni. És van, aki ezt igényli is, tehát hogy neki erre szüksége van. És azt akarom kihozni, hogy egyébként a rádióban is hasonló a történet, mert nem mehetsz be, hogyha te reggel 6-tól műsort vezet, nem mehetsz be fél 7 körül, jaj, de jót aludtam, na mi újság, gyerekek, kezdjük a műsort, hanem ott kell lenned. Igen. Tehát gyakorlatilag ugyanaz van, hogy a legalábbis hasonló. Igen. De azért mégse úgy fogod föl. Föl, így van. Mint hogyha ha főkönyvelő lennél, vagy igazgató, igen, vagy tanár, igen, vagy akárki. Ugye? Ez érdekes, mert volt egy kollégám, aki például azért hagyta ott a tévét, mert hogy ő mondta, hogy ő ettől megőrül, hogy nem tudja, hogy hétvégén, ha ő az ügyeletes, akkor mondjuk menni kell forgatni, vagy este kell menni, vagy reggel kell menni, vagy tehát, hogy ezt az összevisszaságot, hogy nem tudja pontosan előre, hogy mikor, mire számítson az életében. Én megmondtam, hogy hát én meg ezt szeretem. Uh-huh. Tehát, hogy azért van benne kötöttség, de ha az ember rugalmas, akkor ez egy nagyon szabad élet tud lenni. Főleg, ha választ magának egy párt, jön a gyerek. Igen, és nyilván, és a másik, akkor ott már... másik rosszul viseli, akkor fú, megígértem, hazamegyek. Igen. A gyereknek az óvodás ünnepségére. Ez már család mellett nyilván. Ez nem működik. Ez már sokkal, sokkal nehezebb. Ez így Péter, van. Péter, itt vagy? Minden megvan? Imádom a beszélgetést, mert egy csomó technikai dolgot hallgatok tőled is, a Attila tőled is, és én csak itt el vagyok itt, elgondolkodom az élet értelmén. Végén majd fogalmazd meg akkor, hogy mi az élet értelme, ez legyen az árszó. Azt is imádtam, amikor beszélgettünk, Attilától megkérdezted, hogy mit tanultunk ez a 100 év alatt, és Attila imádja ez, amikor én ilyen tök amatőrként visszamegyek 1000 millió kilométert, amiről már rég nem beszéltünk. Én azt tanultam meg, én főleg a személyiséget, azt, hogy lehet jobban bánni emberekkel, mert én egy nagyon erős vezető személyiség vagyok, legalábbis az én szememben. És én nekem iszunk. Igen. És balra. Igen, és nekem megvan, mi vagy nekem az Asperger szindrómám van valamennyire vagyok benne, és az azt jelenti, hogy socially awkward, szóval, hogy én nem tudok annyira embereket úgy kezelni. Meg nem érzed az érzelmeiket, az, ugye? Tehát, hogy ő leszarom. Most megbántod, igen, nem bántod, igen. Ez jól esik, nem is érzed a reakciókból. Igen. És az Attila az meg nagyon érzékeny, és néha utána jövök rá, hogy várj egy kicsit, tényleg megbántottam, meg tényleg nem kéne ezt, mert azért, mert én látom, hogy erre kell mennünk, és én tudom, hogy azt hogy A plusz B, akkor C lesz a vége. Tehát akkor te Attilától tanultad ezt egy kicsit a finomságot, az érzékenységet, odafigyelni a másikra és érezni őt, és te Attila Pétertől, tehát a... Semmit, beszélgess is, kolléga. Igen, azt mondta énekelni, mindig tudod, a TNT sláget megbántottak, most már nem. Nem bánom. Ja, nem is ez Hip Hop Boys. Na, de válaszoljál. Nem válaszolok élőadásban, vagy felvett adásban soha. Nem, mert nagyon romantik. Milyen jegyben születtél? Nem, ő neki van egyfajta energiája, amit... irigyésem értő, hogy nem kábítószertől, nem alkoholtól, hanem önmagában van egy olyan motorja, ami nem olyan motor, mint az enyém. Igen. És hogy ha az én motoromat megtuningolom, akkor tudom, hogy milyenre szeretném megtuningolni, legalábbis az energiáját illetően, és ez biztos, hogy... Csak ezt az energiatöbletet ő tudja adni a közös munkába, meg löketeket, amikor van, kell. Így van, amikor én leülnék, akkor még ne üljünk le, de én már érzem, hogy le akarok ülni, de ő meg nem. Na mindegy, nem is rólunk szól. No, nem, de ezt szerintem tök jó, hogy elmondtátok, ez érdekes volt. Kívül megbeszéljük. Neked van olyan ember, aki segít, vagy akivel együtt jársz dolgozni, vagy akivel nagyon szerette együtt dolgozni?
Igazából nagyon sokan voltak, akikkel szerettem együtt dolgozni, tehát amikor ugye a Ferencvárosi TV-nél kezdtem el dolgozni, és aztán ott hagytuk abba, hogy gyakornokként kerültem oda, és aztán élőadásokat vezettem, amiket rettentően izgultam, volt kulturális antropológiai műsorom, erre azért vagyok büszke, mert az ország egyetlen kulturális antropológiai műsora volt, és aztán utána nyugdíjba ment a Volt főszerkesztő. Ja, azt hittem, hogy te. Ja, igen. Ja, köszönöm, dolgoztam már 30 de éves koromra. Lehet egy másik buta kérdésem, ez a foci csapatnak? Nem, de ez egy jó kérdés, mert én mindig elfelejtem mondani. Igen, tehát a Fradi meg a Fradi TV az külön van. Tehát nyilván nekünk ez az önkormányzatnak a tévéje ja, volt, értem. De nyilván nekünk is volt, nem is egy sportműsorunk később. De hogy maga igen. A Fradi az nyilván az külön, persze, külön működtettek egy ilyen csak a Fradival foglalkozó felületet. És aztán végül, már nem is tudom hányban, mindegy, én lettem a főszerkesztő, és akkor 5 évig vezettem a tévét, az nyilván megint nagyon jó korszak volt, volt egy kis listám, hogy miket szeretnék, legyünk digitálisan is foghatóak, a Telekom hálózatában elérhetőek legyünk, cseréljük ki a technikát, a kamerákat, tehát hogy tudod, ezek a csomó minden volt. És az utolsó, az pont azt hiszem az volt, hogy a Telekom hálózatában is elérhetőek legyünk, és hát azt is ki kellett pipálnom a listámon, mert hogy már ez is megvan. Uh-huh. És akkor gondolkodtam, hogy na jó, akkor viszont nagyon szeretem, nagyon jó, minden tényleg szuper, de hogy akkor most kéne egy nagy levegő, és akkor fel kéne állni, és tovább kellene lépni. És ezt a döntést, ezt nagyon-nagyon nehéz volt meghozni, tehát ezen nagyon sokáig örülöttem. Igen, tehát van egy-két nyilván közeli barátnőm, akikkel szoktam ilyenről beszélgetni, anyukámmal, tehát meg osztott. Gergely Anna barátnőm, ha megemlíthetem a nevét, ő vele szoktunk ide nagyon sokat. Igen, köszönj, Gergely Anna barátnőm, puszillak. Szóval ő vele például nagyon sokat szoktunk ilyen lelki dolgokról, belső folyamatokról, tartunk, tehát, hogy ővele mindig ilyen nagyon intellektuálisak és mélyek a beszélgetéseink, meg persze sokszor nagyon sokat röhögünk, meg viccelünk is. És tehát voltak, igen, akikkel ezt. De hát ezt neked kell meghozni, ezt a döntést, tehát. Kicsit visszaugorva, te mennyire voltál szigorú főszerkesztő asszony? Hú, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ezen én nagyon sokat gondolkodtam, mert én azt gondoltam... Hiszen neked volt egy ütemterved, van egy ritmusod, most már így látom rajtad, és azért gondolom úgy voltál vele, hogy vagy csatlakozol hozzám, vagy ne fogyaszd itt a levegőt. Tehát, hogy igen. Ilyen típusú voltál? Azt gondoltam én akkor sokszor, hogy talán szigorú vagyok, de rájöttem, hogy szerintem nem. Mondjuk meg kellene kérdezni nyilván a kollégákat, de én azt gondolom, tehát én egy dolgot kértem, mindig hétfőn volt az adás frissítés, és hogy hétfőre legyen kész az anyaga. Tehát volt, mit tudom én, 10x műsorunk, mindenkinek meg volt az operatőr, szerkesztő, és én hétfőn leültem, 10 órakor is elkezdtem végignézni az összes adást, ami megy aztán este adásba, az összes műsort, hogy rendben van-e, nincs-e képhiba, tehát nem, nyilván ők is átnézték, de több szem többet látott, hogy átnéztem ezeket az anyagokat. És ez az egyetlen egy kérésem volt. Mondtam, hogy azt te mikor forgatod, mikor vágod, volt olyan kolléga, aki éjszakában tudott dolgozni, mert napközben más csinált, hétvégén dolgozott, tehát az teljesen mindegy, akkor legyen meg az anyag hétfőre. És akkor például volt olyan, aki vasárnap jelezte, hogy nem tudja, és akkor mondtam, hogy nem arra úgy, de ezt nem. Jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy iszonyat nagy szabadságot adok nektek, de az viszont kőbevésett dolog, hogy hétfőn, tehát mondom, most a Magyar Televízióban sincs oké, hogy nem a Magyar Televízió vagyunk, de elmarad a híradó, mert nem tudom én, mi történt. Tehát, hogy ilyen nincsen. Tehát annyira vegyük magunkat komolyan, hogy... És mondtam is neki, hogy mondom, ha szól szombat, vagy nem szombaton, de mondjuk a hét végén, amikor már látod, hogy péntek környékén, akkor mondom, össze lehet állítani, de mondom, még akár most is, akkor egy ilyen best of-ot tekintsünk vissza, kitalálsz valamit, tehát bármit, akkor előveszed a kreatív énedet, de olyan nincs, hogy nincsen műsor. És akkor ott például, akkor ott tényleg nagyon szigorú voltam, és akkor mondtam, hogy jó, hát így viszont nem tudok együtt dolgozni, mert szerintem a szabadság az nagy, de hogy így ne éljünk ezzel vissza. És hányan nézték ezt a televíziót? Na hát, igen. Akkor Riban már elkezdtünk szépen lassan ugye a YouTube-on is online felületeken, lehet a honlapon keresztül nézni az adást, tehát... Péter, be tudod vágni esetleg? Most nézem.
Jaj, de kis ügyes vagy. Igen. Igen. Tehát, hogy és így nehéz egy kicsit felmérni, mert rendes, tehát, hogy tévén keresztül hányan néznek minket, olyan felmérésünk nem volt. Ja. Azt tudtuk, hogy a YouTube-on mennyien néznek, és azért elég jó volt a nézettség. Az a baj, hogy tényleg nem azért, mert nem elmondanám, de abszolút nem emlékszem már a számokra. Most figyú, nem volt benned egy kicsit olyan, hogy hát, hogyha itt megcsináltam, most nem nézem le a Ferencvárosi nem, tévét. Nem, tök logikus a kérdés. Hogy esetleg próbálkozzak egy nagyobb tévénél? Azért nem igazán, mert én kereskedelmi tévéhez biztos nem mentem volna el. Tehát a kereskedelmi tévézés az nagyon nem az én világom, meg az értékrendszeremmel nem egyezik. Igazából nekem, tehát hogy annyira szabadon lehetett ott is lenni, tehát hogy kitaláltál egy műsort, meg lehetett, tehát kulturális antropológiai műsort vezethettem még az előző főszerkesztő alatt. Tehát, hogy adott egy olyan szabadságot, amit ugyanúgy nem, tehát egy nagy tévénél nem tudod, mert akkor állítanak egy műsorra, egy témára, tehát, hogy nem, valahogy sosem éreztem. De nem arra gondoltam. Én ja, itt ez van. Ez a televízió? Igen. Most már megújult az operatőr, műszaki vezető kollégám a főszerkesztő, tehát ő már tovább újította. Uh-huh. Igen. Tehát ennek a tévének dolgoztam, igen, korábban, itt most már egy azóta újra gondolt, megújult. Azért azt hiszik az emberek, hogy egy-egy ilyen városi televíziót megcsinálni mennyire egyszerű, meg ugye összehasonlítják a nagy kereskedelmi televíziókkal, és én például dolgoztam a Csaba TV-ben, Békés Csabán, és azért trappoltunk ám mi is elég sokszor, és amikor én beültem egy ilyen vicces játékos műsorokba megcsinálni, és vége volt a műsornak, és szólt a főnök, hogy Attila, nem maradnál még egy kicsit, mert forgatni kellene egy anyagot, nem mint operatőr, csak légy szíves, hogy az egyik kameránál kijönné velünk, és ott, és persze, és akkor viszem az állványt, a kamerát, előtte még műsort vezettem, fölállítják az operatőrök, beállítják a kamerát, minden, és ott álltam, mert semmit nem csináltam, és úgy annyira összekovácsolódtunk, hogy úgy minden ugye velünk közösen történt, hogy szinte családomnak éreztem az egész történet, és gondolom nálad is ugyanez lehet. Abszolút, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz volt elengedni, és tovább lépni, úgyhogy hát sokat örlöttem rajta, de közben meg ott volt bennem az a hívás, hogy még annyi minden van a világban, és én nagyon imádok utazni, és mindig nagyon, tehát amikor engedte időm, akkor utaztam, és aztán az első tervem az volt, hogy én hátizsákkal nekivágok a világnak, és akkor ilyen Dél-Kelet-Ázsiába, Indonézia, Kambodzsa, Vietnám fogok utazgatni fél évig, vagy egy évig. Aztán rájöttem, hogy ez a hostelben lakás, mert nyilván nem engedhetsz meg magadnak mást, vagy még azt is nehezem. Az nem nekem, tehát, hogy én 5-6 emberrel aludjak itt, meg ott, meg mondom, az ki van zárva. És aztán így jött, hogy ez is nagyon érdekes, hogy az élet aztán hogy adja a lehetőségeket, hogy találkoztam. Ja nem, először egy ismerősöm mondta, hogy miért nem próbálod meg a KCP, a Körösi Csoma Sándor programot, és akkor mondtam, hogy akkor utána olvassuk ennek a programnak. És aztán így eltelt egy hét, és összefutottam barátnőmmel, kolléganőmmel, aki pedig mondta, hogy jaj, mondom, hol voltál, nem voltál egy évig, nem is láttalak, hallottam felőled, és akkor mondta, hogy jaj, meg KCP-vel Kanadában volt. Ó, mondom, már másodszorra jön szembe ez a program, akkor ennek most tényleg nézzünk utána. És akkor jelentkeztem erre a programra, és aztán így kerültem. Megint visszaugrunk, mert ugye annyira mondod, és annyira ügyesen jól mondod, vissza nem fogd magad, csak hogy Péter, hogy néz rám, csak hogy ugye azt említetted, hogy ugye benned volt, hogy utazni kell a nagyvilágban. Gondolom, ez abból adódott, hogy rengeteget olvastál, és úgy magadban vizualizáltad a dolgokat, hogy milyen jó, hát különböző regényeket, bármit, tehát hogy belerakod magad a történetbe, ugye? Tudod, mi a durva? Az, hogy na ez az, amikor összehangolódik a két ember az interjú alany, mert hogy azt, amire én akartam utalni, arra most rákérdeztél. És hogy ez nem adja magát szerintem annyira ez a kérdés. Igen. És ez pont tegnap vagy tegnap előtt... húzzuk be a hasunkat. Igen. Igen, Amerikában mondtam, hogy azért 3-4 kiló felszokott jönni, úgyhogy úristen, a arcomon is látszik, de mindegy. És szóval, hogy amilyen szenvedélyesen szerettem olvasni, és sokat olvastam, és imádtam az egyetemen a szemináriumokra készülni,
valahogy összefügg a szerkesztéssel, meg a kérdezéssel. Tehát, hogy én azt mindig annyira izgalmas dolognak tartottam egy könyvbe, és hogy az ember egy életet tud élni. Persze vannak döntési lehetőségei, erre megyek, arra megyek, de mondjuk nem lehet agysebész is, meg nem tudom én milyen más példát mondjak, híres szakács is. Bár nem lehetetlen, de mondjuk általában vagy az egyik, vagy a másik. De nem csak ilyen értelemben, hanem a megéléseit, hogy miket tapasztalsz, hogy miben mész bele, mersz belemenni, miket nem mersz választani, miket mersz választani. És ugye egy könyvet, hogyha regényeket olvasol, akkor megnyílik a világ. Aha. Tehát, hogy számtalan, vége láthatatlan a megélt lehetőségeknek a tárháza, és akkor én ezeket faltam, hogy mennyi mindent meg lehet élni, vagy hogy melyik út, hogy mitől bukik el a hős, vagy hát akkor nem feltétlenül hős, vagy mitől sikerül neki, hogy milyen az érzelmeknek, mindennek milyen végtelen a tárház, és hogy ez mindig nagyon izgalmas volt. És aztán érdekes, hogy az olvasás, ahogy elkezdtem jobban így tévézni, alább hagyott, mert hogy számomra az emberi történetek, azok analógok az olvasásban megélt történetekkel. Uh-huh. Tehát ahogy Értem. Sok emberrel beszélgetek, ugyanazok az utak, lehetőségek, ő erre ment, ő ezt élte meg, neki ez a tapasztalata. A másiknak amaz, tehát hogy ugyanolyan szélesen tudod megélni azt, ami szűkös a te létezésedben, az hirtelen kitágul, és egy csomó minden mást uh-huh. is. És nekem például a színészet, az mindig valahogy egy kicsit analóg volt, persze sok a különbség, de hogy egy színésznek is milyen jó az, hogy amikor belebújik egy szerepbe, akkor az mennyit dolgozik azon, hogy hat a szerep őre, ő a szerepre, és hogy ez milyen mély belső munka, és hogy mennyi mindent megélhet a szerep által, amit az életében nem. És hogy ilyen szempontból szerintem a mi szakmánk is ezért izgalmas, mert leül veled szemben egy teljesen más habitusú, gondolkodásmódú ember, és aztán ott megnyílik általa egy másik világ. Igen. És mi van, Péter, kérdezni akarsz? Nem akarok visszamenni, kérdezni nyugodtan, majd utána majd visszamegyek. Én teljesen nyugodt vagyok, mindig hidd el. És ugye, ahogy elkezdél olvasni, én valahogy úgy képzelem el, hogy van benned egy dinamó, azon kívül, hogy kinyílik a világ, és ez így kezd fölgyorsulni, és amikor megcsinálod ezt a dolgot, és azt mondod, hogy most már fölállsz ebből a főszerkesztői székből, és te elindulsz a nagyvilágba, akkor elképzelhetőnek tartom, én legalábbis erre gondolok most, hogy akkor úgy azt mondtad, na, akkor gyerünk, induljunk neki, és ameddig eddig olvastam és vizuáltam, ez valószínű, akkor tényleg létezik, akkor meglépem. És hogyha nem ennyire nem ilyen értelemben, inkább az, hogy tehát az, hogy én csak kérdezek, akár olyan értelemben igen, hogy csak olvasok, vagy csak kérdezem és hallgatom a történeteket, de hogy én igazán a saját történetemben nyilván beleállok, de hogy nem azzal a szabadsággal, nem azzal a belső tűzzel, ami ott van, tehát visszafogom magam, és nem velem úgy élni az életemet, amit így belső hívásként érzek, olyan értelemben igen. Tehát, uh-huh. hogy akkor kell ugrani tényleg egy kicsit az ismeretlenbe. De nem hibáztál. Nem. Finnország olyan értelemben... Várj. Jó. Tehát ugye akkor most ebből fölálltál ebből a Egyébként székből. Szerintem nem tudsz hibázni. Nem tudsz hibázni, mert akkor ott valamit meg kell tapasztalnod. Én például Finnországot pontosan tudom, akkor volt egy pillanat néha, hogy azt gondoltam, hogy úristen, én ezért hagytam ott ezt az állásomat, azt az életemet, én most ezt komolyan megléptem ezért. Nem, de tehát, hogy Finnország az én egy nyári típus vagyok. Uh-huh. Nem olyan volt az ország, a feladatok, amiket kellett csinálnom, nem teljesen passzoltak az én személyiségemhez, vagy nem is a személyiségemhez, mert szerettem, amiket kellett csinálni, csak azt gondoltam, hogy én ennél sokkal többet tudnék adni. És én nagyon, nagyon szerettem volna ugyanazzal a pörgősséggel lenni ott is, mint ahogy voltam. De nagyon érdekes, mert Finnország az egy nyugodt ország, ugye lassabb a tempója. És valószínűleg, hogy ezt is tanulnom kellett, hogy semmi nem jön véletlenül az életben. Nem mondom, hogy nagyon
nagyon lelassultam, mert még mindig van hova lassulnom, de az egy kicsit ott megállított, hogy nem kell mindig így pörögni, és akkor 12 órákat dolgozni, mert akkor vagyok, nem tudom én. De miért? Milyenek a finnek? Ők ilyen ráérős típus? Ők nyugodtak, azért ráérősek, nagyon pontosak, azt mondjuk szeretem, mert én is nagyon pontos ember vagyok. Tehát az érzelmeik nagyon visszafogottak, tehát elég... Kicsit hidegek. Kicsit, így van, hidegek. Tehát én azért, amikor azt mondják, hogy a finnek az egyik legboldogabb nép a földön, akkor azért úgy bennem mindig megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán tudják azt. Persze ezt kérdezhetnénk, hogy tudjuk-e egyáltalán, hogy mi az a boldogság. Mert tehát azért igen. Kinek ez, kinek az. Szóval, hogy viszont ennek ellenére, hogy nagyon, tehát hogy nehéz időszak volt, amellett viszont egy csomó mindent megnyitott, tehát hogy utazgattam ott a környéken, és akkor elkezdtem ilyen úti filmeket csinálni, mert az volt az álmom, hogy úristen, hát én imádok utazni, milyen jó lenne akkor, hogyha. Uh-huh. Egyébként a Duna TV-n volt egy kalandozó című műsor, annak a magyar blokkjának a műsorvezetője voltam, az is ilyen utazás, nekem mindig ez volt az álmom, hogy utazni és arról filmeket csinálni. Az is egy nagyon, nagyon jó dolog volt, és hálás vagyok érte. És Finnországba elkezdtem magam, tehát vettem előtte egy kamerát, és akkor hát úgy próbálgattam felvenni, hogy ne legyen nagyon béna, és aztán megvágtam, narráltam alá, és akkor így Szentpéterváron voltam, arról csináltam például egy kis filmet, és akkor mesélhetem a finn történetet simán. Tovább, mert hogy az nagyon jó volt, hogy eljutottam az északi sarkörre és azon túlra is. És hát tehát, hogy visszagondolva, akkora élményeket adott így Finnország, még ha akkor ott sokszor nehezen is éltem meg azt az időszakot. Tehát látni az északi fényt, felmenni olyan magasságokba, ahol mész húszánnal, és tényleg semmi nincsen. Tehát sose tudom, a tundra vagy a tajga, úgyhogy szóval valamelyik a kettő közül, ugye a növényzet allig, ott vannak a rénszarvasok, néha az kuriózum, hogy egy jávorszarvast is meglátsz, hogy ott elfut valamer, az sokkal rejtőzködőbb. Egy-két vadállat valami? Nem nagyon. Tehát van Finnországban medve, de most, hogy azon a részen van ennyire nem tudom, de hogy ott mentünk így hószána, és egy számi családnál, vagy hát nem, panziót üzemeltettek, és úgy, hogy 3 vagy 5 kilométerre volt még a várostól, tehát besétáltunk úgy utána a városba, egy kicsi városba. Miért éppen Alaszka nektek megvan az a filmsorozat? Ott volt egy rádiós. Erről is beszéljünk, én imádtam, tehát olyan rádiót csinálni, igen, mint amilyen a Krisz volt a rádióban, tehát ha most volt Wittmerről van kedvem, arról beszélek, ha most arról, hogy a túrós tészta jobb-e, igen, vagy a káposztás tészta, akkor arról beszélek, akkor arról, hogy nem tudom én, milyen a Gizikének a kutyája, akkor arról, tehát, hogy az egy zseniális műfaj, amit ő ott képviselt, meg maga a sorozatot is én nagyon-nagyon szerettem. Nagyon, és nekem ez a miért éppen Alaszka hangulat jött ott át. És aztán beszélni egy számi emberrel, ugye a számik Svédországban, Norvégiában, Oroszországban és Finnország északi részén élnek, és ilyen külön nyelvezetek van? Van a számi nyelv, de az is veszélyeztetett nyelv, mert ugye, mint nagyon sok helyen, akár mondjuk az indiánoknak a nyelve, ugye a többségi nyelvet veszik át, tehát, hogy inkább már finnül beszélnek, ez az ember például beszélte a számi nyelvet, most nem tudom melyik nyelvjárását már, de mondta, hogy nagyon kevesen vannak, vannak már. Tehát az például egy elképesztően meghatározó utazás élmény volt, ez nagyon sokszor eszembe jut. Hát elhiszem, csak nekem valahogy Finnországról mindig tényleg ez a hideg jut eszembe, meg ugye a Svédországról is, Norvégiás megfejtés. Tehát... Igen, nem az én világom, de közben egy kicsit így az éjszakot is megismerni, meg beengedni az életedbe. Alapvetően azt mondom, hogy ez nagyon kellett. Meg másrészt az, hogy elkezdtem én kamerázni, meg vágni, meg összerakni. Tehát, hogy azért hogy kellett akkor valószínűleg oda menni. Igen, hogy abszolút. Elkezd magadtól, és... Mert ha egy pörgős helyen vagyok, ahol ide kell menni, ez kell, és folyamatosan, akkor ugye nem lett volna időm arra. Igen. És akkor elkezdtem, és akkor ott indult el, hogy ottani magyarokkal készíteni
ilyen portrésorozatokat. Milyen furcsa, és oda hogy kerülnek magyarok? Hát gondolom ugyanígy, mint ide, de hogy miért Finnországot választja? Sokkal kisebb számban vannak, és az ott élő magyar közösség nagy része egyébként nagyon szereti Finnországot. Tehát vannak nyilván páran, és akkor mindig, amikor tudod, egy házaspárról van szó, az egyik már hazajönne, a másik még maradna. Szóval ezek mindig nehéz kérdések, de nagyon sokan szeretik Finnországot. Tehát, hogy aki olyan típus, aki szereti a nagy nyugalmat, a megbízhatóságot, tehát tényleg egy nagyon megbízható társadalom, megbízhatóak az emberek, kiszámítható az élet, tervezhető, tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot el lehet mondani, ami nekem nem annyira prioritás, de akinek ez a prioritás, annak meg tök jó, mert ott van például Finnország, és ők megélvezik meg. Én sem választanám, de hát ez van. Ja, de, hát... de pontosan ezért nem választom Floridát se, rengeteg barátom, ismerősöm ott van. Én nem választom ezt, kész, hát mindenkinek a saját döntése. Jó, tehát akkor Finnország, és utána, most ugye fölmerül a nézőben a kérdés, hogy ezt hogy finanszírozod, vagy egyáltalán hogyan indulsz neki, vagy hogy, tehát milyen dolog van, vagy ki hát támogat téged? Ugye ez ösztöndíj volt, ugye ezt mondtam, hogy ösztöndíjjal voltam, és aztán ugyanígy ezzel az ösztöndíjjal kerültem New Yorkba is az Amerikai Magyar Könyvtárhoz, és hát nagyon érdekes, mert hogyha belegondolsz, hogy van egy Helsinki, ami ha mondjuk tehát, hogy a skálának az egyik végpontja, akkor biztos, hogy a másik az New York. Meg lehet, hogy még most pár város lehet. Mondtad a Helsinkit, egyből beugrott nekem a melyik filmben volt, hogy Helsinki? Kelete vagy nyugate? Nem arra folyára gondolsz, a Csini babába. Csini baba. Igen. És imádtam azt a filmet, tényleg meg is nézem, az ajánlom akkor mindenkinek. Akkor most Helsinki nyugat-e? Igen, meg kaptunk meghívót, megyünk Helsinkibe, hogy ez értette a fiatalokat, igen, hogy hú, igen, megyünk Helsinkibe, igen. És utána kiderül, hogy nagy kamu az egész. Ja, nincs, ez egész. Ja, nincs Helsinki. Ja, ez a Csini baba című film. És hogy érzed magad itt? Ó, abszolút, tehát, hogy azért nyilván az a személyiségemhez sokkal közelebb áll, meg hát itt azért sokkal összetettebb a diaszpóra. De nagyon izgalmas volt nekem azt megismerni, hogy milyen egy nyugat-európai diaszpóra, ezen belül is ugye egy északi diaszpóra, és hát milyen egy tengeren túli, ahol sokkal több, tehát mondjuk 56-osok Svédországban vannak, Finnországban nem sokan. De hát itt ugye Amerikában korábbi, tehát a század előn, akik bármint még a 20. század elején, akik kijöttek, tehát ugye több hullámba, aztán nagyon sokan 56-osok, mai kiköltözők, tehát, hogy itt annyira széles a paletta, nyilván Finnországban ez igen, hát az kisebb, eleve. Kisebb volt a magyar közösség, úgyhogy az nagyon izgalmas, igen, látni ezt a sokszínűségét nem csak az amerikai társadalomnak, hanem azon belül a magyar diaszpórának is. De jó, most ez a Helsinki, ez így megrohadt bennem komolyan. Na tessék, lehet-e menni? Hát, ja, nyáron menjél. A nyáron, én most nyáron visszamentem, és szép volt Helsinki. Egyik cuki kisváros, tehát, hogy ne egy metropolisztikus jel. Igen, téli olimpia? De novemberben semmiképpen nem menjél, mert tehát az borzalmas. Korán sötétedik, ugye nincs még hó, tehát, hogy, mert ugye azért fontos a finneknek a havazás, és mondjuk lehet ez, hogyha így változik, és kevesebb lesz majd a hó, mert hogy azért a lelki állapotukon az, hogy az fényt ad, és világosságot ad ugye a sötétségbe, nagyon sokat számít. Tehát, hogy az tényleg szenvedős a november, ha még nincs hó, és csak sötét van. Náluk is az van, mint Svédországban, ugye, hogy 6 hónapig van ez a, vagy meddig? Hát attól függ, hogy mennyire mész éjszakra. Tehát én amikor Rovaniemibe voltam, ami ugye a Mikulásnak az otthona, az északi sarkörön van, és én de november végén voltam, és ha jól emlékszem, akkor ilyen 9:30 fele kezdett világosodni, és aztán olyan 2 körül kezdett el sötétedni. De hogy ugye ez aztán csak ha mész előre, akkor mondjuk december végére, most nem tudom pontosan Rovaniemibe, de ha teljesen felmész éjszakra, akkor ugye már igazából fél év éjszaka és fél év nappal van. Na az lehet kemény, nem? Na én emiatt oda éjszakra mindenki vissza akarok menni, hogy ezt kipróbáljam. Igen. Csak még nem döntöttem el, hogy az, hogy 24 óráig világos van, vagy 24 óráig sötét van.
Vagy ezt is, azt is. És azt is tudom, legalábbis Svédországban az van, hogy az alkoholt azt visszaszorították teljesen, tehát még azt se lehet mondani, hogy fú, átbűztünk egy éjszakát, egy nappat, vagy most mikor hát bulisztunk? Erről van egy jó sztorim, hogy amikor oda kerültem, és meghívtak egy házi buliba, és akkor mondtam, hogy jó, megyek majd olyan 10-re érek oda, és akkor, vagy 9-re mondtam, és akkor nem szoktam késni, de akkor valamiért késésbe voltam, és mondtam, hogy bocsánat, beugrom még a boltba, veszek alkoholt, és akkor megyek a buliba, és mondták, hogy nem veszel alkoholt, mert már nem tudsz. Jaj, mondom, hát dehogy is, nem, még nincsen 9 órát, még 9-ig leérek a boltba, és akkor mondták, hogy nem, hát az mit tudom én, bezár 8-kor, 7-kor, nem emlékszem. Hát de mondtam, még azt tudom, hogy sört még lehet venni a szupermarketbe, és mondták, hogy nem, lelakatolják. Tehát bemész a szupermarketbe, és le van lakatolva, vagy ne tudja. Az alkoholosztály. És vasárnap meg teljesen zárva van, tehát akkor egyáltalán nem tudsz alkoholt. Be kell tankolni, hogyha házi buli lesz vasárnap, akkor mondom én, ugye, és nem akarok erre bíztatni senkit, hogy szerezem az alkoholt minél hamarabb. Úgyhogy elég ciki volt, hogy hát nem üres kézem, mert chipset vagy ilyeneket vittem azért, de... Azért jól lebeszélgettük az időt, még nincs vége, Peti nyugi, hanem beszéljünk egy kicsit erről a dologról, az amerikás dolgaidról. Hogyha fölmegyünk az oldaladra, akkor megmutatjuk, Peti, vagy nem mutassuk meg? Mutassuk meg. Nem tudom, mi Most éppen Helsinkinél tartottam. Ja, igen, ja, még itt vagyunk ehhez. Egyébként meg csodálatos. Hidd el nekem, én nekem személy szerint ez az európai dolog hiányzik, az építészet, az európai utcák, valahogy ez annyira... Nagyon, nekem is. Ez annyira... Nekem is. Valami hasonlót találtunk San Franciscóba, az egy kicsit ilyen... Azt most voltam 2 hete hétvégén, igen. Látod azt az utcát, a rózsaképet? Igen, kétele. Aha. És hogy na, az egy kicsit adott Európából vissza nekem, nekem ez hiányzik. Nekem, és én mindig mondom, hogy én annál európai vagyok, hogy, tehát hogy igen, Amerika az Amerika. Még egy mondatot, hogyha Finnországhoz, csak hogyha nem, de akkor szaunázást próbálja ki, mert teljesen más, mint otthon. Tehát az akkora zseniális találmány a finn szauna. Ott itt a lőlüt, tehát ezt a vizet öntik rá, ugye a fatüzelésű általában. Mondd hát még egyszer, micsoda? Lőlü, remélem, jól mondom, hogy ez a lőlü. És nem az vagy 12 percig ott ücsörögsz benn, mint otthon sokszor, vagy 8-10 percig, hanem ott nem bírod ki. Tehát annyira intenzív, hogy folyamatosan locsolják rá a vizet, hogy mondjuk 3-4 percet bírtam én, és aztán utána kimész tényleg a hóba, a hidegbe. És csak még egy mondat, hogy nekem az volt az álmom, hogy kibírjam télen, hogy a jeges vízbe, ugye ott felvágják a jeget, hogy be tudjam menni. És hogy belecsobbanjak. És mondtam, hogy oké, 10 másodperc, és akkor így belemerültem, és a 2 perc így számoltam, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oké. És feljöttem, de megcsináltam, szóval. De nem Finnországban van az, hogy több szauna van, mint kocsi. Szóval azt hiszem átlagosan, ha minden negyedik emberre van egy szauna, vagy minden második emberre? Ezt látom, nem tudom, de rengeteg szauna van. Tehát biztos, mindenkinek a lakásában is vannak általában szaunák, tehát hogy az be van építve a fürdőszoba mellett része a szauna. Nem úgy mondják, hogy két bedroom van, vagy fürdőszoba, hanem két szaunás és lakás. Igen. Eladó. Az mekkora, nem? De különben nagyon egészséges ez a heat shock terápia. Abszolút, abszolút. Tehát én ott nem is voltam beteg, meg nagyon egészségesen, tehát nagyon sok lazacot ettem, gyömbért teát ittam, rostkenyeret, nagyon jó a rostkenyerük, rostkenyeret ettem, szóval én szuper vékony is voltam, meg egészséges nem az, is voltam. Amerika egy kicsit, kicsit nyomot hagy a testen de is. De nem olyan soká mész haza. Így van, igen. Jó, akkor beszéljünk erről, tehát azt akartam mondani, az oldaladat megnézzük, akkor rengeteg interjú, riport, dokumentumfilm szerű történet. De jó, hogy pont a Mocsi Ágnes van itt, hogyha róla például szabad mondani egy-két mondatot, mert hogy a tudománnyal a világ körül Magyar Tudósok az Egyesült Államokban címmel, a konzulátussal Novák Tamás tudományos attasé ötlete nyomán, meg szervezésével meg, szóval, hogy... Azt nem tudjuk úgy levenni az ismerősöket, meg a... Ja, igen, azt talán nem... Majd megoldjuk. Igen. Köszönöm, tehát... Nyom rá, mert YouTube-ból kidobja.
Igen. Ez a reklám. Igen. Na igen, és a hölgy? Na és itt élő, Amerikában élő magyar tudósokkal csináltunk egy 7 részes sorozatot, aminek remélhetőleg lesz folytatása, és mindegyik szuper. Tehát tényleg, ha lesz időtök, hallgassátok meg, mert elképesztőek ezek a tudós elmék, hogy miket alkotnak. Itt van például, ugye látszik Záborszky László, itt van Ági, aztán majd jönnek a többiek is, szóval jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy kísérje figyelemmel ezt a sorozatot, megnézze meg az epizódokat. Mert én párba belenéztem, és tudod, mi tetszik? Nagyon, hogy ilyen zseniális emberek, ekkora tudósok, és olyan jól beszélnek még mindig magyarul. Egyrészt, meg hogy annyira közvetlenek, annyira szerények, annyira emberiek, hogy ó. És valahogy nekem úgy tűnik ezekben az interjúkban, hogy nem azt várták, hogy te megtaláld őket, és akkor el tudja mondani, csak valahogy nekem úgy tűnik, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy ők ugye csinálták a dolgokat, a munkájukat, amiben elértek egy igen magas szintet, és valahogy, mint hogyha ők azon csodálkoznának, hogy eddig miért nem keresett valak, vagy miért nem nyitottak így felém. Sokszor inkább még azon is csodálkoznak, hogy nyitnak, mert hogy ők annyira a maguk világában és a tudományos világában élnek, és abban a közegben, de tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak, és a Mocsi Ágnes, bárkit most másokat is mondhatnék, itt azért mondom, mert az ő emberi és női története számomra nagyon érdekes és inspiráló volt. Az Ági, ő hihetetlen elméleti fizikusként karriert futott be, tehát rengeteg helyen dolgozott, de ő táncos akart lenni egyébként, és aztán így lett belőle tudós. És olyan ösztönösséggel, olyan szenvedéllyel éli az életét, tehát hogy volt olyan, hogy egy komoly ösztöndi második részét visszamondta azért, mert hívták valahova máshova, és az ő belső női hangja azt mondta, hogy azt válasz, és ők tudott erre a hangra hallgatni, és világéletében erre a hangra és hallgatni, mert, és mert. Mert az egy dolog, hogy az ember meghallja a hangot, de egy másik dolog, hogy aztán követed ezt a hangot. És tehát, hogy az ő történetét, azt például emiatt nagyon ajánlom, mert hogy annyira mindig erre a belső hangra, ahol mondta, hogy mindig, amikor tűz, tehát érezte a tűzet, hogy valamerre menni kell, akkor ő arra felé ment. Szóval olyan izgalmas ezeket az életutakat látni, ezeket a különböző típusú embereket, hogy ki hogyan dönt választ, hogyan éli az életét, hogy hát emiatt csodálatos szerintem a mi szakmánk. De jó, hogy ilyeneket mondasz. Majd Péter, már megkérlek akkor linkedbe, légy szíves, hogy hol lehet megnézni ezeket. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mondd el, légy szíves, hogy hol lehet téged megtalálni, hogyha van Instagram, vagy YouTube. Megtalállak még. Igen. Igen. Azt tudom, hogy a YouTube-nál van az a Utazolcsi. És ez a Tudomány a világ körül, annak pedig van egy külön YouTube csatornája. Magyar, ezeket majd mind belinkelem, a magyar jó, tudósok. Köszönjük szépen. Címmel. És hát egyébként meg ugye a Duna TV 5 kontinens egy nemzet című műsorának készítem azokat a portrébeszélgetéseket, vagy történeteket, amik az itt élő magyarokról szólnak. Úgyhogy még nem, de volt fogok. Velem már csinál. Egyet. Volt is, már, igen, nem. Volt, de nem én csináltam, de volt. Mikor már. Mikor ment le hajnal 1-től, fél 2-ig? Éjszakai műsor. Úgyhogy, hát az meg ugye azért hát izgalmas és nehéz is, mert nyilván én nem vagyok operatőr, tehát hogy próbálom a kamerát használni úgy, hogy az a tűrhető határon belül legyen és élvezhető legyen, de hát én szerkesztő voltam, meg riporter, a vágást azt mindig is nagyon szerettem, és hát aztán élvezem a kamerával való munkát is, csak hát annyi mindenre kell ilyenkor figyelni, tehát hogy a hang jó legyen, hogy a képbeállítás jó legyen, hogy közbe kérdezzek, szóval hogy azért ez a fárasztó műfaj. Közben a fejedben azért rakod össze az egészet, abszolút. hogy fog ez kinézni, és milyen menet. Igen, meg közben egy kicsit vágott. Igen. Tehát, hogyha például most ezt vágnátok, ezt a beszélgetést, biztos te is vágnád fejbe, hogy jó, oké, akkor ez valószínűleg... Igen, Petit lehet, kivágjuk, ki most négyszer, igen. Nekem a belső hangom azt mondta, hogy végén a Petit, igen. De hát, hogy igen, de nagyon... Meddig tervezed még, hogy rohangálsz a nagyvilágban is? Hát ez egy jó kérdés, és nem tudom, hol így érzem, hol úgy érzem. Nem tudok erre most így. Alakul ez bennem, tehát nagyon
próbálok belülre figyelni tényleg, és tudni váltani, hogyha váltani kell, maradni, hogyha maradni kell. De tehát, hogy szóval, mivel én az életemet mindig így azért, ahogy láttad te is, hogy mi lesz a következő lépés megvolt, amikor én ott hagytam a tévét, a Ferencvárosi tévét, akkor egy kicsit tudom, hogy ültem a szaunába a Helsinkibe, és kérdezte valaki, hogy akkor mi most a tervem, és mondtam, hogy az a tervem, hogy nincs tervem, mert hogy mindig minden életemben terveztem, és hogy most ki akarom próbálni, hogy milyen az, amikor nincs tervem. Szabad vagy? Boldog vagy? Nem vagyok annyira szabad, és itt belső szabadságra gondolok, mert nyilván ami bent van, azt tud kint megnyilvánulni. Az a fajta szabadság, ami 16-17 évesen, nyilván az egy másfajta szabadság, de volt egy olyan síkja annak, ahogy, hogy tudtad, hogy minden rendben lesz, hogy csak mész, hogy benne vagy az egésznek, nem is tudom, a hullámokon vagy, és az egy annyira más állapot volt, hogy, és közben annyi ilyen görcs és kötöttség és megfelelés, és jaj, mi legyen, és jaj, jól csináljam, és olyan sok felesleges dolog rakódik az emberre, hogy nehéz ahhoz a szabadsághoz visszatalálni. De hogyha azt kérdeznéd, hogy mit szeretnék, akkor az, hogy igen, hogy igazán szabadon és teremtőn és alkotón létezni. És igen, köszönjük szépen. Ezt kell a végére bevágni. Ez hihetetlen. Olivia, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szerintem gyere máskor is, jó? Jó. Most hazaugrasz. És aztán jövök én, és majd forgatok rólatok is. Jó, hát meg ez... a tehetséges feleségedről, párodról nem, is nem mindenképpen. Feleségem. Igen. A Peti se a barátom semmi. Én össze vagyok ezekkel zárva. Azt mondták, hogy... Így ébredtél, hogy igen. Itt van ez a két ember. Hát akkor már... Hé, kikeszek. Na mindegy, csináljuk. Most már itt vagytok, maradjatok. Segítsetek nekem, nem? Alá dolgozunk. Alá, igen, igen, folyamatosan. Hát kellenek ilyen társak azért. Én nem vagyok ennyire önálló, mint amilyen te vagy, és ehhez csak gratulálni tudok. Köszönöm. De valószínű, hogy én is meg tudnám csinálni. Biztos. Csak van bennem egy ilyen lusti musti, tudod. És meg nem így hozta az élet, igen. Tehát ha nekem is nem így hozza az élet, akkor nyilván. Igen. Ezért jó, amikor úgy hozza az élet, mert akkor olyanokat is megtapasztal az ember, amiket egyébként nem. Hát komolyan mondom, tök jó, hogy itt voltál. Én is örülök, hogy végül is. De nem beszélünk csúnyán, tehát nagyon jó, hogy és tényleg örülök és boldog vagyok, hogy itt voltál. De figyelj, ez a különbség a megint a podcast és egy rendes tévé vagy rádió között, hogy itt nyugodtan beszélhetsz bármi termékről, nyugodtan megemlítheted a Balaton szeletet, nyugodtan káromkodhatsz, nyugodtan beszélhetsz csúnyán. Nem kell káromkodni, mert én se káromkodni, pedig alapvetőben nem beszélek szépen. Meleg van, nem? Meleg, aha. De ez is, hogy megvan az a szabadság, meg az, hogy nem kell az, hogy 8 perc, akkor vége van, akkor menjünk már, hanem... Irigyellek is ezért hát nem, nyilván nem komolyan, de mondom az irigylés szót, de hogy azért ez egy nagyon szabad műfaj, hogyha mindig így visszatérünk egy kicsit a szabadsághoz, hogy lehet bármiről beszélgetni, nem köt minket a műsoridő, annyira a képi világ sem. Tehát, senki nem figyeli a műsort, hogy mit beszélünk, merre megyünk. Igen. Tehát nincs egy főszerkesztőm. Kontroll, igen. Aki azt mondaná a fülesembe, hogy figyelj, kérdezd meg tőle, hogy és ilyen nincs. Csak azok alapján tudunk dönteni dolgokba, meg csinálni dolgokat, ugye, amiket visszajeleznek emberek. És, igen. És ami nekünk nagyon tetszik a Petével, hogy nem szoktam nézni, de azt láttam. És tudod, akkor jössz rá, hogy hát gyakorlatilag nézel az összeset.